Napjainkra a lovaglás elismert sportággá vált az egyetemes és hazánk sportéletében egyaránt. Történelmünk során viszont folyamatosan változott a lovas élet megítélése. A II. Világháborút követően a lovasportra úri passzióként tekintett a szocialista hatalom. Közel 2 évtized volt szükséges a tudat kialakulásához, hogy a csodálatos állattal való együttmozgás öröme generációkat ösztönöz küzdeni tudásra, öntudatra, illetve kitartásra. Balmazújvároson a 60-as évek közepére datálódik a lovasport kialakulása. Az első mérföldkövekről Balla Imre, a balmazújvárosi Déli Báb hagyományőrző és lovasport egyesület elnöke mesélt. 64-ben két ember, az akkori rendőrparancsnok Nagy Károly és Sutyák Jani bácsi elhatározták, hogy egyesület alapítanak Balmazújvároson. Így alakult meg a Balmazújvárosi Lovasport Egyesület, az első egyesület, amely úgy tudott elindulni, hogy az akkori TS-ek, tehát akkor még több volt Balmazújvároson, minden TS felajánlott egy lovat a szakosztály részére. Ebből indult el a lovasport, és 70-es évek, tehát 64-ben volt pont szám szerint, 70-re kialakult egy olyan csapat, aki már a Hortobágyi Lovaslapon is, már akkor nemzetközi verseny volt, meg tudott mutatkozni. A rendszerváltás következtében a lovas társadalom rendkívül hátrányos helyzetbe került. Az állami gazdaságok felbomlása után a lovas egyesületek kapui sorra bezárultak. Fájó volt, próbáltunk is önerőből egy pár évig tovább folytatni, de aztán az anyagi tartalékaink kimerültek, és saját rémszerűen úgy tudtam finanszírozni a versenysportot, hogy minden évben eladtam az egyik legtehetségesebb lovamat, és abból tudtam még egy évet, vagy esetleg 2 évet versenyezni, de aztán egyszer ez megszakadt, mert elpusztult egy lovam, és akkor egy kicsit összerogytam, lelkileg, de aztán nem sok idő kellett, vettem magamnak kancát, hozzákezdtem tenyészteni. Hogyan tudták mindezt a nulláról úgy felépíteni, hogy rengeteg tapasztalat van az ön tarsójában? Fixírozott ez a dolog engem, hogy itt is csak újra kellene. Tehát újvásnak olyan hagyomány, hogy csak újra kellene ezt indítani. Tehát most kialakult szerencsére a Balmazújvárosi Déli Báb Lovasport Egyesületben egy olyan közösség, most már 40 tagunk van, aki ezt gyakorlatilag kevés önkormányzati segítségére szinte saját zsebből finanszírozza. Tudomásul kell venni technikai sport, lovakat utaztatni kell, a lovakat meg kell venni, a lovakat ki kell képezni, velük együtt a gyerekeket, tehát ez egy hosszú folyamat, ebben vagyunk benne 3 éve, és eljutottunk odáig, hogy most már 3. év után 7 gyerekünk tud versenyezni. Hogyan kell bánni a hétköznapokban a lovakkal? Rendszeresen szoktunk kijárni hozzájuk, először is leápoljuk őket, hogy tiszták legyenek, meg így, hogy felszabaduljanak. Hát aztán lelovagoljuk őket, hogy kondiba legyenek. Hát idomítani is szoktuk őket, meg hetente 2-3 ugró edzés is be van iktatva. Nem csak akkor kell foglalkozni velük, amikor edzés van? Etetjük is őket, ápoljuk is, itatjuk, szóval ez egy ilyen folyamatos munka. Hogyan kell etetni a lovakat ahhoz, hogy a versenysportban is az élmezőnybe tudjanak tartozni? Mi zabbal szoktuk őket etetni, a versenylovaknak még szoktunk tápot is adni, hogy kondiban maradjanak. Jutalomfalatok vannak egy-egy jó ugrásnál? Először bevisszük őket a helyükre, leszereljük, és utána megkapják az almát, répát, vagy ilyesmit. És azt érzik, hogy ez nekik egyfajta jutalom? Igen, természetesen. Nagyon szeretik a gyümölcsöket, főleg a répát, meg az almát. Több ezer éve önzetlenül szolgálja az embert. Tehát vegyük onnan, hogy a 5000 évvel ezért barlangrajzokból látjuk, már akkor együtt volt a lovak az emberrel. Először csak élelmiszerként, aztán meg szolgálta. Itt legyen az harc, közlekedés, sport. A lovat, ha megfelelően kezelik, megfelelően közelednek hozzá, gönzetlenül tudja szolgálni az embert. Te hogyan szoktál készülni egy-egy ilyen lovasnapra, egy edzésre például, meg a versenyekre? Sokat szoktunk gyakorolni is, meg készülni, tehát verseny előtt a cuccokat meg kell takarítani, hogy szépek legyenek. Picit mesélj nekünk a versenynapokról is. Ezek hogyan néznek ki? Mikor szoktátok elszállítani a lovakat? Hogyan gondozzátok ilyenkor? Azért érzi a ló az, hogy egy versenyre készül? Hogyha egy napos versenyre megyünk, akkor aznap szoktuk őket vinni.
Attól függ, hogy mikor lesznek a startjaink, tehát nem akarjuk, hogy a lovak egész nap ott álljanak, ha például délután lesznek startok. Ha pedig többnapos verseny, akkor vagy aznap, ha még ráérünk, vagy ha korán kezdődik a start, akkor még előtte egy nappal. És a család hogyan fogadja ezt a szenvedét? Próbálnak ők is azonosulni, most már egyre jobban, és rájöttek, hogy ez a lovasport nagyon jó, és most már ők is érdeklődni kezdtek iránta. Igazából a gyerekeket a verseny motiválja. Tehát azért szerettem azt, hogy olyan gyerekek jönnek oda hozzám, akik úgy jelennek meg, hogy ők szeretnének majd valamikor versenyezni. Tehát ez, amit mondtam, ez egy hosszú dolog. Ez a lovasport, ez a gyerekeket kitartásra, rendszerességre, jellemét neveli. Mert a ló olyan állat, hogy nem mindegy, hogy közeledünk hozzá. Tehát hamarabb megtudja, hogy ki az az ember, aki közeledik hozzá, mint az ember, hogy az milyen ló. Láthatunk a hétköznapokban sétáló lovakat, akik mondjuk nem jönnek ide a rudak közé. Mitől lesz versenyló a versenyló? Először is jól ki kell választani a megfelelő lovat. Hát utána sok munka kell hozzá, tehát hozzá kell szokatni a rudakhoz is, az akadályokhoz, és az edzőnek, meg a lovasnak is sok munkája van benne, meg természetesen a lónak is. Mitől vagytok ennyire sikeresek, ennyire eredményesek? Szorgalmasan szoktunk kijárni, tehát hetente 6-szor, ha lehet, mert hetente egy lópihenő kell. A legtapasztaltabb versenyzők is még ifjúsági kategóriában versenyzik, bár nekem a célom a gyerekekkel foglalkozás, de szeretnék olyan generációt kinevelni még, már most a két gimnazista lánynak is az az elhatározás, hogy az Agrártudományi Egyetemen idén elindult lovas kultúra tanár és lovas szakmérnök szak indult el, és jövőre az egyik, két év múlva a másik is oda fog jelentkezni. Igazából én ezzel szeretnék majd foglalkozni, tehát továbbtanulásban is ezen gondolkozom. Milyen lehetőségek vannak a továbbtanulásra? Most fog indulni az Agráron egy szak, és most azt néztük ki, hogy valószínűleg az jó lehet nekünk. Milyen távlati terveik vannak? Regionális versenyeken, az is 7 megye, tudunk megnyilvánulni. Következő célunk, hogy országos minősítős versenyekre is el tudunk menni a következő évbe. Majd meglátja az anyagi lehetőségünk, hogy bírja. Az Egyesület elnöke bízik benne, hogy a jövőben épül a városunkban egy korszerű, megfelelő talajszerkezettel és felszereltséggel rendelkező pálya, ahová mindenki szívesen kilátogat egy-egy rendezvény vagy verseny alkalmával.